Le, tessék! Szagoljátok meg! Ugye milyen jó? Ah, imádom! Sziasztok! Én Vanni vagyok, és ebben a videóban illatokról lesz szó, ami egy kicsit talán meglepő, mert illatokat nem nagyon lehet videón keresztül érezni, de mégis gondoltam, hogy talán annyira nem hülye ötlet, hogyha csinálok egy videót a kedvenc illataimról. Nekem az, hogy reggel magamra fújjak parfümöt, egy nagyon fontos dolog, mert ha bárkivel beszélek, vagy bárkivel találkozom, akkor érzi rajtam ezt az illatot. Általában ugye tudattalanul, szóval én sem szoktam így külön érezni illatokat embereken, de hogyha megérzek egy bizonyos jellegzetes illatot, akkor egyből tudom személyekhez kötni, vagy emlékekhez kötni. Szóval az illatok ugyebár nagyon jól összekötődnek emlékekkel, például a gyerekkorunk jellegzetes illata, vagy az autónk jellegzetes illata, vagy akárminek az illatát megérezzük, arról eszembe jutnak dolgok, bevillannak emlékek, szépek vagy rosszak, vagy akármik. De a lényeg az, hogy nekem is az összes parfüm olyan, hogy valamilyen emlék kötődik hozzájuk, úgyhogy vágjunk is bele. Az első parfüm, amit még tavaly szeptember környékén vettem, az az Orsayből van, ennek Lord de Say, remélem jól lehetettem a neve, és ez a 0.1-es illat, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 illatot lehet kapni az Orsayban, megnéztem is, még mindig kapható ez is, és 4800 forint volt, ez 50 ml-es, és Eau de Toilette, szóval ez nem Eau de Parfum, ugye vannak különböző kategóriák, Eau de Toilette, de annak ellenére nagyon-nagyon erős illata van, szóval szerintem ez egy rendes parfümnek is elmegy. És édeskés egyébként, nem ez az ilyen nagyon durván, nehezen édeskés, de olyan kellemesen, olyan frissen édes. Nem tudom, hogy ezt jól mondtam el. De egyébként nagyon jól illik az üveghez, meg a színéhez is, szóval általában nyilván egy parfümre ránézel, akkor kb. Tudod, hogy milyen illatot várhatsz tőle. Ez egy nagyon szolid illat, a súlyba szoktam hordani, szóval tavaly, mikor megvettem szeptemberben, akkor ezt fújtam magamra egész évben. Mindenképpen ajánlom olyanoknak, akik szeretik a nem túl erős, de édes és finom gyümölcsös illatokat. Hát, nem, ez biztos, hogy nem virágos, inkább ilyen gyümölcsös és fűszeres között van. Talán haladok időrendi sorrendben, akkor a következő illat az egy testpermet, méghozzá The Body Shopnak egy kókuszos illatú testpermete, és fú, isten illata van. Ez szerintem valamikor tavaly november-december környékén vettem. Ez 100 ml-es és 3500 forintba került. Nagyon-nagyon sok van még belőle. Nem használtam sűrűn igazából, de vannak ilyen időszakok, ilyen hetek vagy két hetek, amikor csak ezt használom, mert annyira jó. Nyilván kókusz illata van, és én imádom a kókusz illatot. Egyszerűen csak ilyen trópusi tengerpartok jutnak róla az eszembe, nyaralás, boldogság. Ez is egy édes illat, inkább hogy hívják ezt a Raffaello-nak erre a kókuszos krémréje? A Raffaello-nak erre a kókuszos krémjére hasonlít az illata, de nagyon tudom ajánlani bárkinek, aki testpermetet szeretne magának nézni. Ebből érdemes napközben többször is magadra fújni, de én egyébként, mikor reggel fújtam magamra és kimentem a konyhába, akkor apukám mindig megjegyezte, nem tudom, kb. 10 méter távolságból is, hogy milyen jó illatom van és hogy érzi, szóval nagyon jó, nagyon erős illat. A következő parfüm az a Guerlainnek a Le Petit Robe Noir, bocsánat, nem tudok franciául, nevű parfümje, ami egy full fekete kis üvegcsében van, ez is 50 ml-es, és ezt küldték nekünk ajándékba egyébként még június közepén, szóval időjelentben haladva is ez a következő, de utána néztem, és 31.000 valahány száz forintba került, szóval azért drágább, de nyilván mondjuk a Guerlain márkától nem is annyira vártam volna olcsóbbat. Ez egy nagyon erőteljes illat. Eléggé fűszeres. Nem vagyok parfüm szakértő, de erre azt mondanám, hogy fűszeres, viszont friss, szóval nem ez az ilyen öregnéni sem fűszeres, hanem olyan fiatalosan fűszeres illat. Én erre azt mondanám, hogy egy elegáns illat, úgyhogy nem is nagyon szoktam hétköznapokon hordani, hogyha megyek valahova, hogyha van valami elegánsabb esemény, akkor ezt fújom magamra, és még nagyon sok van belőle, mert nagyon spórolok vele. Igazából érdekes, de szerintem úgy van, hogy mindig, hogyha valaki megtalál egy parfümöt, amitől úgy érzi, hogy ez ő, vagy hogy ez az ő illata, azt így nehéz körbehatárolni, hogy miért pont, csak így egy ilyen érzés, és nekem ez a következő parfüm az, ami nagyon-nagyon úgy érzem, hogy ez én illatom, hogy ez egy nagyon-nagyon pannis illat, és hogy ez így pont az, mint ami én vagyok. Bár igazából még nyilván
előttem az egész élet, szóval találhatok még egy még panisabb illatot, de most egyelőre azt mondanám, hogy ez az. Ez a parfüm pedig nem más, mint a Women's Secretnek az Oh My Secret nevezetű parfümje. A Women's Secretnél lehet háromféle parfümöt kapni, nem tudom a másik kettőnek a nevét, csak ezt. És ennek egy jó kis sztoria van. Tavaly nyáron vettem a Women's Secretben egy fürdőruhát, mármint egy bikinit nyára, és ajándékba kaptam mellé ilyen kis illatmintákat. És az egyiket egyből adattam anyukámnak, a másik annyira nem tetszett, és ez volt az egyetlen, amire azt mondtam, hogy ez egész kellemes. És ilyen kis picike üvegcsében volt, de mindig magammal vittem, és hogyha esetleg olyan alkalom jött, akkor abból kentem magamra, igen, mert az ilyen kis csepegtetős volt. És aztán az el is fogyott, vagy egy ilyen kis, nagyon picike maradt az alján, de megtaláltam valamikor idén tavasszal, megszagoltam, és egyből előtt az összes tavaly nyári emlék, az összes ilyen dolog, és annyira éreztem, hogy úristen, ez tényleg így az életem illata. Úgyhogy egyszerűen nem bírtam ki, és tudtam, hogy van már egy csomó parfümöm, de muszáj volt ezt megvennem, úgyhogy elmentem és megvettem. Ez egy szintén 50 ml-es kiszerelésű, szerintem kisebb meg nagyobb nincsen is, és 6000 forintba került. Szóval ez nagyon-nagyon olcsó. És hát akkor hadd beszéljük egy kicsit az illatáról. Ez egy nagyon édes illat, ezt tudom elmondani, de egyszerűen nem tudom körülhatárolni, ahogy megszagolom, mindig csak emlékek jutnak az eszembe, amikor Rómában voltunk az osztályommal, Balaton, egy csomó találkozó emberekkel, nem tudom, hát egész nyár. Annyira jó, hogy elmondani nem tudom. Igen, szóval ez egy olyan parfüm, amit igazából most nem hordok, mert következő nyárra tartogatom, mert úgy vagyok vele, hogyha most évközben is fújnék magamra, akkor elhalványulnának így a nyári emlékek, amik hozzá kötődnek, és azt szeretném, hogy csak a nyári emlékek kötődjenek hozzá, szóval ezt nem fogom használni, csak nyáron. Még egy kicsit szaglaktam. Szóval. Az utolsó parfüm, amit be szeretnék nektek mutatni, az a Kenzo World parfüm, ami, nem tudom, látjátok-e, de így egy kis szem alakja van, és egyébként így is szem alakja van. Ez most lehet, hogy hülyén látszik, de egy ilyen kis tök jó dizájnos üvegben található. Ez 50 ml-es és 28.300 forint a Douglas-ben. Egyébként én nem ott vettem, hanem ajándékba kaptam kb. Két hete egy vlogger eseményen. És ez az illat, ez teljesen olyan, ez talán a második olyan illat, amire azt mondanám, hogy pannis, mert hogy megéreztem egyből. Életem legelső parfümjét ütötte az eszembe, ami egy no-name kis parfüm volt, és még ilyen kis csillámok is voltak benne, hogyha magamra fújtam, akkor csillogtam. És eléggé hasonlít rá, megéreztem, és mondtam, hogy ez kell nekem, mert ez is emlékeket hozott elő, és ez is annyira jó volt. Egyébként mondom is, hogy milyen nagyjából. Ez egy nagyon gyümölcsös illat, egyértelműen, és ez is elég különleges. Szerintem mondjuk hasonlít is a Women's Secret-esen, nem annyira édes, egyáltalán nem annyira édes. Édes kés, de nem annyira. És fűszeres, de ilyen kellemesen fűszeres. Nagyon-nagyon jó illata van. Ajánlom, hogy keresétek meg a Douglas-ben és szaglásszátok meg, mert nagyon, ilyen nagyon kellemes, csak nem tudom, milyen kellemes illata van. És most ezt használom minden nap, szóval most egy kicsit szüneteltetem az orszélyes parfümet, hogy még tovább is kitartson, és most ezt használom a változatosság kedvéért, úgyhogy ehhez fognak kötődni az olyan emlékek, amik mind stresszesek, és ZH, és tanulás, de nem baj. Mert megéri, mert nagyon finom. Szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy azért élvezhető volt, még annak ellenére is, hogy annyira nem lehet videón keresztül illatokat érezni, de bárcsak meg tudnátok szagolni, mert annyira jó az összes, de mondjuk pont azért csináltam ezt a videót, hogyha bármelyiknek megtetszett a leírása, vagy a kinézete, vagy az ára, akkor menjetek el és szagoljátok meg őket, mert nagyon-nagyon jók, és mindegyiket őszinte szívből ajánlom, akár nektek, akár hogyha ajándékba szeretnétek adni. Vagy kapni, mondjuk karácsonyra, mert jön a karácsony.
Szóval, igen, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, és hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot rá, és hogyha nem vagytok, akkor iratkozzatok még fel, mert az jó, és egyébként pedig pár nap és OVS lesz, hogyha még nem vetetek magatoknak jegyet, akkor most megtehetitek, annak is a link jelen lesz a leírásban, mert online csak 3000 forint, ott pedig 500 forinttal több, és 500 forint az sok, abból sok mindent lehet már venni. Úgyhogy remélem, hogy ott találkozunk, de egyébként, hogyha ott nem, akkor a legközelebbi videóban igen. Szóval, ja, legközelebb találkozunk. Sziasztok!